Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a itt jelenlévőket, akik most az otthonukból hallgatnak, néznek minket, és akik a óceánon túlról hallgatnak minket. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden a PPH, a Honolulu Trade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös rendezvényén. Bartáné Tusek Ibolya vagyok, mellettem. Barta Tusek János vagyok, mi vagyunk a PPH egyik igazgatóházas párja. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. 2014. októberre óta vagyunk a PPH-ban, azóta tanulunk itt, előtte sokfele jártunk. Azóta úgy mondom, hogy a 14 óta változott meg igazán az életünk pozitív irányba. Az itt tanított információk alkalmazásával teljes mértékben megváltozott az életünk, így lehet mondani. Megtanultunk egymással bánni, párkapcsolattal, az élet különböző területein, bankkal, emberekkel. Mi éltünk ugye a szervezés lehetőségével is, ami által még gyorsabb fejlődést tudtunk elérni magunkban is, és ezt vegyétek úgy, hogy mit jelent a fejlődés a PPH-n? Szerintem az, hogy egy sokkal simább élet, ahol sokkal több öröm születik a napközben, és hát ezt tovább is lehet ugye adni a tanulóknak, hogyha megoldásokat nyújtasz nekik a problémáikra. És mi ezt már gyakoroljuk egy ideje, így sokkal jobb az életünk. Ez így van. Nekem erről az jut eszembe igazából, hogy én valamivel kicsit később jöttem, mint a párom, de ami most így hirtelen eszembe jutott, sehol nem igazán kaptam meg azt a tudást, hogy a mai világban tudom a dolgaimat nem az érzelmekből, nem a külvilágból hatást, tehát nincs rám igazából, ami ma is van a világban, a külvilágban hatás, mert megkaptam azt a tudást, hogy ezt tudjam kezelni. Nem tudom számodra, mennyire fontos a jövőd, vagy akár a jelen, az egészséged. Nálunk a párkapcsolat, tényleg az is, hogy egymással jól tudjunk kommunikálni. Rájöttem erre is, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Egyik legfontosabb dolog, hisz két ember, amikor egymás mellé kerül, az egy életre szól. És Jó esetben. Mostanában nem így van. Igen, igazad van. Jó esetben, és nagyon fontos, hogy tudjuk egymást kezelni. Hisz az életünk, tehát nagyon fontos az, hogy itt tényleg megtudtam azt, hogy önmagam hogy kezeljem. Hogy neveljem a gyermekemet. Tehát itt mindenre azt tudom mondani, mert az élethez szükséges. Mindenhez megkaptam azt a tudást, hogy egy boldog életet tudjak élni ebben a mai világban is, ami itt van. Valóságban azt mutatjuk, hogy az itt kialakított rendszer, amit a Szedlacsik Miklós rakott össze, az a párját ritkítja, mert ugye itt lehetsz egyszerre tanuló, tanítvány, és lehetsz mester is majd egyszer. Elindulsz az úton, végigmész rajta, és egy egész más ember lehet belőled. Én azt mondhatom, nagyon bátran kijelentetem, hogy tudtam, hogy valami jót kezdtünk el, és annak abban a jóban, amivel bele is kóstoltunk, de egyáltalán nem gondoltuk azt, hogy ez a jó, ez ilyen jó lesz, e fajta jó. És hogy nem kellnek ilyen hatalmas dolgok ahhoz, hogy az ember jól érezze magát, csak már az is egy jó, hogyha az ember jól kezeli az élet történeteit, amik előjönnek az életben, már nem mész bele annyira az aggódásba, hanem simán megoldasz dolgokat, ráadásul még közben segítesz másoknak is. Ez egy óriási élmény. Ezt megtapasztalni csak itt lehet, sehol máshol. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legelismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. Előadunk egy olyan különleges vezető, akinek a tudása és képességei, tapasztalatai egyedülállóvá teszik őt a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló,
arra jutunk, hogy a vezetésével és irányításával a PPH már négy különböző területen lett piacvezető. Úgyhogy azokból kettő az teljesen ellentétes indítatású tevékenység volt. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek a vezetésével négy különböző területen lett egy szervezet piacvezető. A vezetőnk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni a szellemiséget és az anyagot. És úgy tud spirituális dolgokat tanítani, hogy közben nem szállsz el a tanítástól. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információt képes átadni ma a bolygónkon. Erről mi már személyesen meggyőződtünk, nem egyszer, nem kétszer. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról, és hogy azt hogy lehet megcsinálni. 87 óta foglalkozik emberekkel, jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Vezetésével már több százer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig sok tízezer ember képzésében és vezetésében vett részt. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az életek közben romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. 84 óta Budapesten él családjával, feleségével Mariannal, kiegyensúlyozott boldog családi élete van. Két fiúgyermeket neveltek fel. 2016 óta ismerem őket személyesen, és látom, hogy jó példát mutatnak ezen a területen is. A vezetőnk több különleges médiumi képességgel rendelkezik, többek között kapcsolatot tart a fentiekkel. Gyakran fordulnak hozzá tanácsért, mivel a kisugárzásában benne van, hogy érzékenyen érinti legkülönfélebb emberi problémák, amikre igyekszik mindig megfelelő megoldást találni. Olyan eszmék vezérlik az életét, amik emberek milliónak életét változhatják meg örökre. Az emberek felé teljesített szolgálat az egyik alapeszméje az életének. Képes háttérbe szorítani saját akaratát és egyéni érdekeit annak érdekében, hogy mások életén segíthessen. Ezt az erőt úgy tudja használni, hogy nem csak egyénileg segít, hanem tömegesen jutatja a segítséget az emberekhez, így csodákra képes. Azért született, hogy az emberek lelki fejlődését olyan szintre emelje, hogy képes legyenek szeretetben, békében és boldogságban élve együttműködni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós, mesterkós, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mennyire tetszik a jelenlegi világ? Milyen világban élünk? Hova fejlődött a világunk? Visszafelé fejlődött? Hát az biztos, hogy most igazából nem szeretnék most fiatal lenni. Nem szeretnék most ilyen a tízes évük végén, vagy a húszas évük elején járó, nem szeretnék lenni. És nagyon érdekes, mert hogyha egy kicsit visszagondol az ember, talán az egyik legjobb időszak az volt, amikor ugye pont az én korosztályom volt. Tehát amikor az én korosztályom született. Ugye a 60-as évektől, mondjuk 68-ig talán. Már akkor ugye nem volt olyan elnyomás, most Magyarországról beszélek, de nyugatról is beszélnénk, mert a 60 beszélhetnénk, mert ugye a 60-as évekre már azért nyugaton is kialakult valamilyen magasabb életszínvonal, nyilván magasabb, mint nálunk. Tehát ezt most miért is mondom, mert nem tudom, hogy mit láttok, hogy hogy kezelik az emberek ezt a helyzetet, ami most van. Tehát van a helyzetek kezelésével, tehát inkább úgy mondanám, hogy a problémák kezelésével kapcsolatban egy szabály. Tehát nem tud semmilyen, ugye a problémák milyen területen jönnek? Hát jönnek, mit tudom, betegség formájába, baleset formájába, családi problémák formájába, anyagi problémák formájába, valamennyire besorolható ebbe a négybe az összes probléma.
Tehát lényeg az, hogy a problémáknál van egy szabály, az a szabály, hogyha egy problémának nem tudod a valódi okát, akkor félrekezeled a problémát. Tehát lehet kezelni egy problémát akkor is, ha nem tudod az okát, de hogy nem helyesen fogod kezelni a problémát, az hold biztos. És ami azt jelenti, hogy az egy visszatérő probléma lesz az életedben. Tehát addig, míg nem tudod egy problémának az okát, hiába tudsz mondjuk problémákat helyesen kezelni, de még egyszer mondom, ha egy adott problémának nem tudod a valódi okát, akkor félrekezeled azt a problémát. És az a probléma az elő fog jönni rendszeresen az életedben. És én most mintha azt látnám, hogy az emberek a jelenlegi problémát félrekezelik. Még azzal, azzal sincsenek tisztában az emberek, hogy milyen világban élnek. De tényleg, tehát hogy most ez 2 éve milyen világ, amiben vagyunk. Tehát ugye addig a 2 évig úgy viszonylag tűnhetett embereknek olyannak ez a világ, hogy egész jól elfogadható, bár ugye én kérdezem vagy 10 éve, hogy mennyire tetszik az, ami felé halad a világ, hát most már 2 éve nem azt kell kérdeznem, hogy hova halad, hanem hova jutott. Most már azt kérdezzük. Szóval lényeg az, hogy én azt látom, nem tudom ti, hogy látjátok ezt a kérdést, hogy félreértik az egész jelenlegi világot az emberek. Tehát nem azt látják, ami valóságban van. Tehát ugye, mit mondtam én régebben? Hát ugye azt mondtam, az a régebben az már nagyon régről, tehát 90-es évek elejétől mondtam olyat, hogy lesz majd egy jó kis válság. Volt is, ugye 2008. Majd ugye már elég, hát mióta, 5 éve lassan mondom, az, hogy lesz egy újabb válság. De ugye úgy mondtam ezt a válságot, hogy gazdasági válság. És akkor most látszatra nem gazdasági válság van. Tehát látszatra. Na most, ugye tudni kell azt, hogy egy minden társadalomban, ahol eladósodás van, teljesen mindegy, hogy egy család adósodik-e, már akkor a családra vetítve nézhetjük ezt a dolgot, vagy nézhetjük egy falura, egy városra, egy országra, vagy akár a bolygóra, ugyanaz a szabály vonatkozik, hogyha eladósodik egy közösség, mindegy, hogy kisebb vagy nagyobb közösségről van szó, a család már egy, az a legkisebb közösségi egység, ugye a legnagyobb közösségi egység az emberiség. Tehát ha eladósodik bármilyen közösség, ott gazdasági válság lesz. Világos ez? A gazdasági válság azt jelenti, tehát nem azt jelenti, hogy egyszer fölvett egy hitelt és kifizetés, semmi gond, tehát nem erre gondolok. Jó? Hanem amikor már a hitelt hitellel törlesztik. Hitelből törlesztik. Tehát arra gondolok. Tehát mikor egy család oda jut, hogy a hitelt hitelből törleszti, vagy bármilyen közösség, akár az emberiség oda jut, hogy a hitelt hitelből törleszti, vagy egy ország a hitelt hitelből törleszti, akkor ezt tudni kell, hogy az egy komoly gazdasági válságot fog előidézni abban a közösségben. Ez egy szabály. Honnan tudom ezeket? Hát, ugye én egy jó darabig, 6 évig pénzintézet vezető voltam, és ezért ugye bele kellett ásnom rendesen magam a gazdasági pénzügyi életbe. És ugye azóta is szemmel kísérem ezt a dolgot, és a számokat mindig is imádtam. Szóval a lényeg az, hogy egy olyan világban élünk most, ahol
Hát az emberek többsége az eladósodott. Tehát, de nem elég, hogy eladósodott, hanem a hitelt hitelből törleszti. Jó, tehát ez egy komoly probléma. És a gazdasági válság mindig azt jelenti, hogy a bevétel kevesebb, mint a kiadás. Mindig ezt jelenti. Oké? Tehát minden közösségben ezt jelenti, hogy több a kiadás, mint a bevétel. Na most, ugye ezt hogy szokták kezelni az emberek? A közösségek, minden, mondom, a közösség, az mondom egy család, vagy akár egy város, vagy egy falu, egy település, egy város, vagy egy ország, vagy akár tudom, az EU, vagy teljesen mindegy, vagy az egész bolygó, mindegy. Ugyanaz a szabály vonatkozik. Tehát az azt jelenti, hogy mit csinálnak olyankor, mikor kezelik az emberek az ilyen helyzetet? Összehúzódnak. Oké? Tehát spórolnak, takarékoskodnak, összehúzódnak. Tehát próbálják a kiadásaikat csökkenteni. Soha nem ez a megoldás, jó? Soha nem a kiadások csökkentése a megoldás, hanem a bevételek növelése. Na most, de ezt hogy oldják meg az emberek? A bevételeket hogyan növelik? Hitelből. Oké? Tehát, ami azt jelenti, hogy akkor behelyezik magukat egy óriási csapdába. Tehát nem hitelből kell növelni a bevételeket, hanem munkából. Az mit jelent a munka? Fizikai vagy szellemi munka? Az mindenki döntse el magától, hogy neki melyik esik jobban. Én dolgoztam sokat fizikai munkát, már jó ideje szellemi munkát végzek, és megmondom, hogy őszintén, hogy ez jobban tetszik. Sokkal. Oké? Okay? Tehát szellemi munkával pénzt csinálni, az sokkal jobban esik, mint mikor fizikai munkával csináltam pénzt. Jó, pedig nem kevés ideig csináltam fizikai munkával pénzt. Azt mondja, hogy konkrétan mondjuk azt, hogy 14 évig. Tehát 14 évig. De már ugye azóta ugye szellemi munkával csinálok pénzt. De nem is ez a lényeg. Hanem az a lényeg, mondom, hogyha neked azt tetszik jobban, hogy fizikai munkával csinálj pénzt, csinálj azzal. Ha azt tetszik jobban, hogy szellemi munkával, akkor csináld azzal. Nekem mindegy. Szóval lényeg az, hogy egyféleképpen lehet többletbevételt csinálni, nem hitellel, hanem több munkával. Világos ez? Tehát amikor elkezd a gazdasági helyzete egy közösségnek romlani, akkor több munkát kell végezni. Világos? Mit jelent a munka? Csak hogy ne értsük félre. A munka az több cserét kell előállítani. Világos ez? Tehát az azt jelenti, hogy több-több-több csere kiáramlást kell nyújtani. Mondok ilyen dolgot, ebbe is be lehet bukni. Például egy csomó autógyár belebukott abba, hogy elkezdtek gyártani autót, csak nem vették meg az autókat. Oké? Okay? Tehát ha csak dolgozol és cserét nyújtasz, de nem kapsz cserét viszonzásul, akkor ez nagy gond. Tehát olyan cserét kell nyújtani, amit el tudsz cserélni. Világos ez? Tehát a szándék az ne csak egy oldalú legyen, hogy nyújtanék cserét, de hát nem veszik meg.
ezáltal olyan cserét kell nyújtani, amit megvesznek. Vagy ha cserét akarsz nyújtani és nem veszik meg, akkor pedig legyen tartalékod a reklámozásra, a marketingre. Világos ez? Mit jelent a tartalék? Tartalék energiát, vagy tartalék pénzed, ha nem értesz hozzá. Érthető ez? Mert az is egy külön szakma, a marketing. Oké? Tehát sokan abba buktak bele, hogy kiváló termékeket, szolgáltatásokat találtak ki és hoztak létre, csak nem tudták eladni. Szóval a lényeg az, hogy ha a gazdasági helyzet olyan, mint most van itt a világunkban, akkor többet kell dolgozni, olyan tevékenységet, amit megvesznek. Érthető ez? Na most te hiába akarsz többet dolgozni a munkahelyeden, ha nincs több munka. Érted? Ezáltal ugye régen a szocializmusban hogy oldották meg ezt a helyzetet, hogyha valakinek több pénz kellett? Akkor volt másod tevékenysége. Mint például nekem még harmad tevékenységem is volt egyszerre. Fő tevékenység, másod tevékenység, harmad tevékenység a szocializmusban. Tehát, de valahogy én azt láttam, hogy annak idején nem az volt a cél, hogy az embereket kineveljék a munkából. Például akkor még a munkakerülés az bűncselekmény volt. Az bűncselekmény, börtön járt érte a munkakerülésért. Tehát én még egy olyan korszakban voltam fiatal, hogy nem lehetett munkát kerülni. És nem volt olyan, hogy munkanélküli segély. Nem volt olyan. Az a rendszerváltással indult. Szóval a lényeg az, hogy egy olyan világban élünk, ahol sok emberből kinevelték a dolgosságot. És hát ugye még akkor is ott van az a kérdés, hogy az ember nagyon fontos, hogy biztonságban érezze magát. Ugye ezzel talán mindnyáján egyetértünk, nem? Tehát, hogy mindenki számára fontos, hogy biztonságban érezze magát. És valahogy, ha megnézed, mióta születtél, és mondhatjuk azt, hogy az eszedet tudod, mióta lehet az, hát mióta felnőttél, illetve mondhatjuk azt, hogy mióta felnőttünk, azóta jobban kontrolláljuk azért a saját sorsunkat, mert előtte ugye a szülőktől eléggé függtünk. Lényeg az, hogy azóta mióta felnőttünk, hát a biztonságot magunknak kellene megteremteni. Nem várhatjuk, hogy más teremtse meg a biztonságot. De most, mintha az emberek mástól várnák a biztonságot. Tehát, minthogyha ők nem tudnák megoldani a biztonság kérdését. Tehát elérték az embereknél azt, hogy ha valaki biztonságban érezte magát 2019 év végéig, akkor elérték, hogy 2020-tól ne érezze magát biztonságban. Vagy nem így van? Na most, hát hogyha egy kicsit jobban megnézzük, itt van ez a biztonság kérdés. Hát hogyha az ember hitelt ad annak, amit hall a médiában, az azt jelenti, hogy elhiszed teljes egészében azt, amit a médiában mondanak,
akkor valóban nem fogod magad biztonságban érezni. És az a baj, hogy ez egy külső körülmény. És a külső körülményt te nem tudod befolyásolni. Érted? Itt belül tudsz befolyásolni dolgokat. Érted? Ha megnézed, még a párodat se tudod megváltoztatni. Ha már nagyobb acska a gyereked, mondjuk túl van a serdülőkoron, próbáld már megváltoztatni. Ki van csukva? Szüleidet meg tudod változtatni? Az se. Tehát egy ember tudsz változtatni, az önmagad. Na most, ha van egy külső körülmény, ami problémát idéz elő, akkor azon nem tudsz változtatni. Érted? Akkor itt belül kellene változtatni dolgokat. Itt belül. De azért mutatok itt legtöbbet erre, mert ezből indul ki minden. Ami itt belül van a csont mögött, tudod. Szóval a lényeg az, hogy egy olyan világban élünk, ahol erre, ami itt a csont mögött van, sokkal nagyobb szükség van, mint valaha. Tényleg. És hát ugye én régóta mondom ezt a gazdasági válságkérdést. És van egy érdekes film, amit megnéztem tegnap este, ismét, de először csak kutyafuttában néztem, most pedig úgy, hogy vissza tudtam tekergetni. Mert ilyen mondatokat is meg kellett nézni. Ez Görögország 2015 az a címe. És volt benne egy mondat, amire gyorsan kaptam választ, illetve nem is választ, hanem további információkat. Az a mondat arról szólt, amikor a görög pénzügyminiszter mondja a miniszterelnöknek, hogy ezt alá akarod írni, ezt a megszorításokat. Hát itt ebbe az van benne, hogy 10 évig nem lehet emelni a kamatokat. Egy országban ezt nem lehet megcsinálni, csak azok az országok tudják megcsinálni, mondja a filmben a miniszter, a pénzügyminiszter, csak azok az országok tudják megcsinálni, amelyek olajból élnek. Tehát olajkitermelők. Hogy 3,5% alatt tartják a kamatot. Érted? Na most, ezzel kapcsolatban rögtön jöttek gondolatok. Nem tudom, mennyit emelkedtek a... Mit vettél észre az árak az elmúlt egy évben, vagy elmúlt 2 évben? Tehát mennyit emelkedtek? De minden! Tehát mondj egy olyan terméket, ami csökkent. Nem fogsz tudni. Tehát gyakorlatilag régen ugye tudták azt mondani, hogy ennyi az infláció, mert tényleg voltak olyan termékek, amik csökkentek, hát az élelmiszer az mindig emelkedett, de voltak olyan termékek, amik tényleg csökkentek. A műszaki termékek. Hát most a műszaki termékek is ebben a 2 évben, tudom én, 1,5-2-szeresére emelkedtek fel. Legalább. Na most tehát gyakorlatilag gondolkodtam már azon, hogy milyen termék ára nem emelkedett, de valahogy semmi nem jutott eszembe. És nem 10%-kal emelkedett semmi, hanem drasztikusan. Drasztikusan. Ami azt jelenti, hogy infláció. Hát ugye már hallottam egy gazdasági szakembertől, mert ugye már mondogatom azt, hogy ilyen 20-25%-os az éves infláció. Legalább. És úgy csak egy gazdasági szakembertől hallottam még ilyet azóta, mióta ugye ezt én mondogatom. És ezzel szemben ugye a hivatalos adatok az ilyen 5% körüli értékeket mondanak. És ha bemész a bankba, és befekteted a pénzedet, akkor ilyen 10%-ot adnak. És nagyon érdekes, hogy én elkezdtem visszaemlékezni a 90-es évekre,
pont akkor kezdtem a pénzintézeti vezetőséget, mikor a legnagyobb infláció volt. Akkor 36%-os infláció volt, és a banki kamat is 36%-os volt. Tehát az úgy működik, hogy értsük, hogy az inflációhoz mindig hozzá emelik az alapkamatot. Érted? Tehát mindig hozzáemelték az infláció. Mióta az eszemet tudom, kivétel az elmúlt két év. Mindig az inflációhoz hozzáemelték az alapkamatot. És ugye a görög film kapcsán eszembe jutott, hogy miért nem akarták, hogy a görögöknél felemelkedjen a kamat. Hát nagyon egyszerű, mert ugye a kamatot a befektetőknek fizetik ki a bankok. De ha csak 3,5% kamatot kell kifizetni, és van egy mondjuk 30%-os infláció, akkor a bank nyert 26,5%-os kamatot. Világos voltam. Ami azt jelenti, hogy ha egy ország nem tudja a pénzt hitelből törleszteni, mert a nemzeti jövedelme nincs annyi, mint a hiteltörlesztése éves szinten. Érted? Akkor ez azt jelenti, hogy a bankok így jutnak plusz pénzhez. Nem tudom, világos-e. Hogy egyszerűen fogják, és megállítják a kamatok emelkedését. Oké? De közben meg ugye megy az infláció, és ezáltal ugye a kettő közti különbséget meg tudják nyerni. Világos ez? És akkor így rájöttem erre, hogy ó Istenem, hát ezért van az, hogy azt mondják, hogy 5% az infláció. És ez nem csak Magyarországról szól, az összes európai országról. Ha megnézed az eurónak az inflációját az elmúlt két évben összességében, az is ott vagy 25-30%. Jó, kevesebb, mint a forinté. De összességében. Mihez lehet nézni a... Nézzétek meg, mihez lehet nézni a... Ezt már mondtam. Az inflációt. Igazából az aranyárhoz. Az összes többi az kamu. Az arany a stabil fizetőeszköz. Az az egyetlen stabil fizetőeszköz. Az ezüst is az, de az ugye ott nagy tömböket kell horcaászni, mit tudom én, mondjuk meg akarsz venni egy házat. Szóval lényeg az, hogy az arany, a világ történelme mindig is így volt, hogy az arany a stabil fizetőeszköz. És az inflációt mindig az aranyhoz kell nézni. Tehát ha megnézed, én megnéztem, azt mondja, hogy mikorhoz? Azt mondja, hogy igen, ja 2017-hez néztem, 2017. szeptember talán, azt hiszem 67% volt az infláció azóta. Jó? Tehát, és úgy, hogy abból két év nagyon kis infláció volt. Oké? Tehát ott tényleg csak pár százalék infláció volt. Na, nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ha az ember nem érti ezeket a dolgokat, akkor nem tudsz tenni a saját családod érdekében. Nem tudsz tenni. Mert mit kezdesz egy olyan helyzettel, ami most van? Tehát mit kezdesz egy olyan helyzettel, hogy nem vallják be az inflációt, nem vallják be a... ezáltal nem növelik fel a kamatokat, stb. Stb. Nem vallják be azt, hogy az összes európai ország valószínű aláírta egy olyan paktumot, hogy nem emelnek kamatot. Oké? Ezáltal béreket se természetesen. Így van. Ugye megnézed a filmet, akkor látod a filmben, hogy mi volt az elvárás. Az volt az elvárás, hogy csökkentsék a fizetéseket. Érted? Itt most nem fizetés csökkentésekről van szó, hanem
nem emelnek fizetést. Tehát hiába van egy nagy infláció, nincs fizetésemelkedés. Mert olyankor, mikor infláció van, akkor nagy mértékben növelik a fizetéseket. A 90-es évek első felében a fizetések is éves szinten ilyen 20-30%-kal emelkedtek. Szóval a lényeg az, hogy, egy nekem úgy tűnik, hogy a görögökhöz hasonló, ami 2015-ben történt, a görögökhöz hasonlót aláírattak az összes országgal. Értitek? Nem véletlenül ezt a filmet nem nagyon propagálják. Az interneten, a YouTube-on alig van még előnézet is. Ez egy 2019-es film egyébként. És ugye a pénzügyminiszter a narrátor benne. Oké? Aki 52 nap után lemondott. Mert végül aláírta a paktumot a miniszterelnök. Oké? Tehát a választások után 52 nappal. Szóval a lényeg az, hogy, aláírtak valószínűleg, hát én mindig azt láttam, hogy mit tudom én, az mondjuk én a saját miniszterelnökünk nyilatkozatait hallottam, hogy ellenkezett valamibe, aztán aki ment Brüsszelbe, azt aláírta. Na és ugyanebben, a filmben ez ugyanez van. Csináltak egy népszavazást, érted, hogy, ne írják alá a megállapodást a hiteltörlesztésre. És az az eredmény jött ki, hogy ne írják alá. És ennek ellenére a miniszterelnök aláírta. Érted? Tehát mondom, nézzétek majd meg, érdekes ebből a szempontból, de miért mondom ezt? Azért mondom, mert nem látják át az emberek, nem látjátok át, hogy milyen helyzetben van a világ, érted? Vagy itt Európa, mindegy, itt élsz Európában. Nem látod át? Tehát nem látod át azt, hogy egy olyan gazdasági, szó szerint ilyen lassú összeomlás van. Érted? Tehát nem olyan, mikor hirtelen dől össze, hanem itt szépen itt dől lassan, mint ha itt lassít, próbálják lassítani ezt az egészet. De ez úgy néz ki, mintha szándékosan is csinálnák így. Tehát ha ezt nem méred föl, nem látod át, akkor nem tudsz tenni a jövődére. Tehát milyen jövődér? Itt nem távoli jövőről van szó, itt a közeljövőről van szó. Hát az azt jelenti, hogy most, amit itt ráépítettek erre a gazdasági összeomlásra, egy olyan dolgot, amivel az emberek nem tudnak kezdeni semmit. Érted? Betegséget építettek rá. Ráépítették ezt a betegséget, és ebben az emberek nem tudnak mit kezdeni. És ugye nem tudják a politikusokat a betegség miatt, érted, elítélni, mert nem tudják. De hát gondold végig, hogy, gyakorlatilag, mit tudom én, mondjuk ha nem oltattad be magad, elmész antitest vizsgálatra, tudni, hogy kimutatják, hogy átestél rajta, érted? Csak úgy mondtam egy példát. Na most, és nem is tudsz róla. Te, magyarul nem haltál bele. Érted? Nem haltál bele. Pedig azt mondják, hogy mindenki, aki nem oltatja be magát, az belehal. Érted? Na szóval lényeg az, hogy ráépítették erre az egészre azért, hogy elfedjék azt a helyzetet, ami van. De ez a helyzet, ami van, ez abból alakult ki, hogy az emberek olyan rövidlátó körrel rendelkeznek, vagy nem is tudom, hogy rövidlátóak, inkább úgy mondanám, hogy elhiszik azt, hogy a gazdaság motorja a hitel. Érted? Elhiszik azt. A vásárlóerőt azt nem a hitelből kell megfinanszírozni,
hanem a többlet munkából, még egyszer mondanám. Hát ha az embernek van egy állása és nem fizetnek ott eleget, akkor legyen egy másodtevékenységed is. Érted? Mint amit én csináltam annak idején. Azt utána a harmad tevékenységem lett a fő tevékenységem. Sőt, nem is harmad volt, negyed. Mert ugye autót szereltem, kesztyűt szabtam, üzletet kötöttem, és elkezdtem a pénzügyi területtel foglalkozni. Oké, és végül a pénzügyi terület lett a fő tevékenységem anno annak idején. Oké. Na szóval lényeg az, hogy én nem azt mondom, hogy csinálj négyféle dolgot, de ha nincs elég bevételed a fő tevékenységből, akkor kezdj hozzá valami másod tevékenységhez. Miért? Mert nem fogod tudni, tehát most beleestek az emberek abba a csapdába, hogy azt hiszik, hogy akkor az infláció, amit mondanak, ezáltal ugye nincs nagy fizetésemelkedés, ugye nincs gazdasági növekedés, ezért a vállalkozások sem nagyon növekednek, ezáltal ugye az van, hogy az embereknek nincs többletbevételük, úgy lehet többletbevétel, hogy mellettem mész még máshova dolgozni, vagy más csinálsz, érted? Olyat, amit lehet. Hát például, ugye mit lehet? Rengeteg olyan cég van, köztünk mi is, ahol lehet pénzt keresni. Oké? És úgy lehet, hogy teljes kötöttség nélkül, tehát kötetlenül. Tehát teljesen kötetlenül. És lehet bevételt csinálni. Oké? Mivel? Ezt mi úgy hívjuk nálunk, hogy szervezéssel. Máshol meg úgy hívják, hogy üzletkötés például. Oké? Tehát azt mondja az ember, hogy a legtöbb ember, hogy ő nem üzletkötő alkat. Mégis van egy könyv, amit javasolnék azért mindenkinek, mert abban nincsenek ilyen nagy csúsztatások, egyáltalán nincsenek. Az a gazdag papa, szegény papa első kötete. Jó? Ki a szerző? Nem jut eszembe a neve. Ja, Roberto Kiyosaki, igen, Roberto Kiyosaki, már eszembe jutott. Jó, ő a szerzője, és gazdag papa, szegény papa. És abban látod, hogy ugye aki maga a Roberto Kiyosaki, az azzal kezdte a pályafutását, hogy üzletkötő lett. Tudod, mivel üzletelt? Nyomtatókkal. Nyomtatókkal üzletelt. Tehát nyomtatókat árult cégeknek, magánszemélyeknek, érted? Tehát nem mint nyomtató kereskedő, nem mint üzletkötő. No? Tehát házalt, így is lehet mondani. Jó? De semmi gond, tehát nem akar valaki üzletkötő lenni, akkor élj úgy, ahogy eddig. Hát úgyse fogsz tudni úgy élni, mint eddig. Csak rosszabbul. Világos ez? Tehát ezzel a helyzettel, hogy most mit csináltak, mit írtak alá, vagy mit nem írtak alá a kormányok, hogyan állapodtak meg a háttérhatalommal, érted, mi a háttérhatalom? Hát a bankok tulajdonosai. Mit állapodtak meg velük, vagy mit nem, azon tudsz változtatni? Nem. Egy dolgot tudsz változtatni, hogy többletbevételt csinálsz magadnak. Érted? Ennyit tudsz változtatni. És ha ezt nem teszed meg, akkor azt fogod látni, hogy évről évre, sőt, mondjuk negyedévről negyedévre kevesebbet ér az a jövedelem, amivel rendelkezel. Ennyi. Érted? És el kellene gondolkodni azon, hogy mondjuk üzletet kötni még mindig jobb, mint WC-t pucolni, nem?
csak úgy mondtam valamit. Vagy utcát csöpörni. Oké? És azért az sem mindegy, hogy mondjuk meg kellett tanulnom azt, hogy, mert én is üzletkötéssel kezdtem annak idején, úgyhogy sok párhuzamot láttam a Kiyosaki könyv meg az én életem között, ha nem is sokat, de többet, meg kell tanulnom azt, hogy nem baj, hogyha az ember így öltözködik. Érted? Hát nem baj, hogy egy férfin van öltöny, meg nyakkendő. Az egyáltalán nem baj. Szóval, itt van egy olyan világ, amit nem értenek az emberek. Tehát nem értenek. Tehát most egy olyan világot élünk, hogy próbálnak elrejteni az emberek szem elől dolgokat. Érted? Hogy ne azt lássák, ami ténylegesen van. És ezzel se tudsz csinálni semmit. Mert nem te befolyásolod a médiát például. Érted? Tehát ez olyan, mint mikor ugye akinek mondjuk ég a háza, az nem kiabál, hanem oltja a tüzet, tudod? Tehát azt hallod, hogy itt mindenféle duma van, duma, azért, hogy ne azt lásd, ami ténylegesen van. Tehát ez a gazdasági helyzet, ami most kialakult az elmúlt két évben, ez már 2017 őszével látszódott. Érted? Csak próbálták még valahogy fenntartani és közben kitalálni azt, hogy hogy ne legyen ebből olyan jellegű probléma, hogy az emberek törnek zúznak. Érted? És akkor az idő kellett, hogy kitalálják, hogy mit csináljanak ezzel kapcsolatban. Szóval itt van egy válság, és ez a válságból nem tudunk kijönni hamar. Tudod miért nem? Mert a történelemben a lakosság meg az országok soha nem voltak így eladósodva. Tehát ugye én még 2019 előtt év, vagy 2020 előtt években nézegettem rendszeresen, mert akkor ugye ezzel még kapcsolatban még jobban lehettek fönn adatok a neten, hogy mennyire vannak eladósodva az országok. És minden ország el van adósodva. Érted? Itt az EU-ban. Mindegyik. Németország is. És nem kis mértékben. És az USA pedig a világon egyfőre a legjobban. Érted? Tehát ha a lakosság egyfőre levetíted, tehát magát az adósságállományt visszaosztod a lakosság létszámával, akkor ebben az USA élenjáró. Tehát mindig nem az a lényeg, hogy egy ország mennyivel van eladósodva, hanem az a lényeg, hogy egyfőre esően mennyire van eladósodva. Érted? Ez a lényeg. És ha ezeket az összegeket megnézed, nálunknál például sokkal jobb anyagi helyzetben lévő országok nál az egyfőre eső eladósodtság sokkal magasabb. Mert abból finanszírozták a jólétet. Világos ez? Abból volt finanszírozva. És mondom, ez egy törvényszerűség, egy családra vonatkozóan is, és hát egy országra is, de abszolút, de akár mondom az egész emberiségre, hogy ha hitelt hitelből finanszíroznak, akkor ott baj lesz. Tehát magyarul még egyszer, ha nincs annyi bevétel, nem hitelből, hanem cseréből, nincs annyi bevétel. Tehát például valakinek éppen mondtam a múltkor, hogy most nincs munkája, mit csináljon, mert ilyen idény munkája van, most mit csináljon? Mondom, nézz körül otthon, mit tudsz eladni. Érted? Hagyj el dolgokat, és lesz több pénzed. Foglalkozz azzal, hogy fölraksz hirdetéseket, és eladsz ezt, azt, amazt, amire nincs olyan nagy szükséged. Érted? És akkor van bevétel. Az is egy munka, hogy eladsz dolgokat. Érthető, amire nincs szükséged. Jó? Tehát mindent meg lehet oldani, az ember akar. Ez olyan, mint annak idején, hogy mi tök vittük a boltba a sörös üvegeket, hogy kifussunk. Tehát, hogy legyen elég pénzünk. Világos ez?
Tehát mindent meg lehet oldani. Főleg, mit tudom én, valaki már nem 20 éves, mint ahogy mi kezdtük az életünket a nejemmel, akkor már elég sok minden összedűlt otthon. Tehát akkor árult ki. Ott van a jófogás, meg egyéb minden, tessék kiárulni. És akkor lesz belőle bevétel. De ne hitelt vegyél fel. Jó? Tehát, és ezt kellett volna ugye csinálni világviszonylatban, és hát csinálták is, hogy eladtak mindent. De az milyen áron adták el? Hát most gondold végig azon az áron, hogy eladtak mondjuk egy vállalatot, és utána a vállalat tulajdonosa az kivitte a hasznot az országból. Mert ha abban állapodtak volna meg, hogy csak akkor veheted meg, hogyha az összes nyereséget itt költöd el ebben az országban, akkor egész más lett volna a helyzet. Érted? Tehát lényeg az, hogy itt van egy olyan világ, ahová alkalmazkodnod kell. Mert nagy baj van, és még sokáig lesz nagy baj, de csak akkor van nagy baj, hogyha nincs elég bevételed. És az lesz a baj az egész országban, meg nem csak az ország, ugyan egész Európában. Ez lesz a probléma, hogy azon fogják kapni magukat az emberek, hogy nincs elég bevételük, érted? Nincs elég bevételük. És tudod, mit akarnak elérni ahhoz, hogy ne legyen, tehát, hogy nincs elég bevételed? Hát azt, hogy a tulajdonadat megszerezzék. Érted? Tehát azzal, hogyha az embernek nincs elég bevétele, és a bevétele kevesebb, mint a kiadása, azzal egy idő után el tudják érni azt, hogy megszerezzék a tulajdonadat. Érted? És akkor onnantól kezdve már tulajdonod se lesz. No? És akkor bérelhetsz mindent. Amit nem ingyen fognak adni, nyilvánvaló. Bolondok lennének ingyen adni. Na szóval, látjátok, mutatok nektek valamit. El tudjátok olvasni? Apa, miért adják fel az emberek a szabadságot a biztonság kedvéért? Ezt nevezik hegeli Hegeli dialektikának, édesem. Teremtenek egy problémát, majd a probléma reakciót vált ki. Ha elegendő félelem és hisztéria keletkezik, az emberek nem csupán elfogadják a jogaikat, korlátozó megoldást, hanem könyörögni is fognak érte. Ez a hegeli elmélet. Oké? Okay? A Hegel az egy emberke volt a múltból, már nem él, jó? Nézzétek meg, és nem ez van véletlenül? Csak úgy mondanám, pont ez van. Tehát ha nem alkalmazkodsz a helyzethez, érted? Tehát nem az a megoldás, hogy az emberek menjenek tüntetni, nem megoldás. Tehát ugye hány éve mondom azt, hogyha technika fejlődését bevezetnék a munkahelyeken, akkor gyakorlatilag a dolgozók több mint felére nem lenne szükség. Érted? Hát ezt most kezditek látni. Ez elindult. Hogy egyre több emberre nincs szükség. Hát lassan eljutunk oda, hogy majd, mit tudom én, egy tanár online tanít, mit tudom én, 1000 gyereket. Ennyi. Érted? De nem kell annyi tanár, csak most mondtam példaként. Na? Majd az lesz az érdekes, mikor gyógyítani is online fognak, tudod? Online gyógyítás, tudod? Úgyhogy lassan kezdődik ez a... ez a fajta világ is, hogy majd online gyógyulás lesz. Egy oldaltelefon. Na és ez nem elkeserítés, hanem az embernek alkalmazkodni kell a helyzethez. Most gondold végig, hogyha te azon idegeskedsz, hogy mi van, azon mennyivel lesz neked jobb. Tehát, hogy milyen helyzet van a világban, azon mennyivel lesz jobb.
Semmivel. Változtatni bármint tudsz? Nem. Azon tudsz változtatni, amire van ráhatásod, nem? Az meg a te saját életed. Nem? Arra van ráhatásod, azt a többit felejtsd el. Még a szomszédra sincs ráhatásod. Nem így van? És ugye mik a megoldások? Hát például, hogyha, és gondold végig, mit tudom én, autószerelőként dolgoztam, akkor meg kellett tanulnom apám vállalkozásába ahhoz, hogy tudja kesztyűt szabni, az egy egyszerű betanított munka volt, megtanultam elég hamar. Utána meg kell tanulnom azt, hogy üzletkötést csináljak, megint csak apám vállalkozásában, munkavédelmi kesztyűket ugye értékesítettem. Meg kellett tanulni az üzletkötést. Mire az felfutott? Évek volt. Olyan két év. Érted? De annyiból jó volt, hogy már egy pár hónap után, nem az első hónap, pár hónap után már volt belőle bevétel. Érted? Tehát meg kellett tanulni. Majd ugye elkezdtem a pénzügyi területtel foglalkozni, azt is meg kellett tanulni. Hát azt is meg kellett tanulni. És itt most úgy vannak az emberek, hogy nem akarnak megtanulni dolgokat. Azt gondolják, hogy ezzel, amivel tanultak az életükben, hát ezzel boldogulnak. Na most, az, hogy te tanulsz, mutatom milyen dolgokról. Hoppá, mindjárt visszaadom a képet, bocsánat. És itt rossz gombot nyomtam. Jó? Tehát tanulsz ilyen dolgokat, hogy hogyan bánj önmagaddal, pároddal, szüleiddel, gyerekeiddel, másokkal, munkáddal, a pénzzel, környezeteddel, hatóságokkal, Isteneddel. Ez egy szuper dolog. De melyik hoz ebből plusz jövedelmet? Mind? Biztos, hogy nem. Hát a plusz jövedelmed, ez a kettő tud hozni, nem? A többi nem igazán. Nyilván még ez is valamilyen szinten, mert ha megtanulsz bánni emberekkel, másokkal, akkor a cserék könnyebben működnek. Tehát valamit nyújtasz az embereknek, és ők nekik neki kell, mert tudsz velük bánni. Érted? Tehát akkor mondjuk itt van 10 dolog, és akkor van 3 dolog, amely a pénz eredményezi, plusz pénzt. Illetve van még egy negyedik is, meg egy ötödik is, ugye nem árt, hogyha törvényesen csinálsz mindent, hatóság, és az sem árt, hogyha ismered a Istened működését, és tud neked segíteni. Oké? Okay? Hát ha ismered a működését, akkor tud neked segíteni. Ha nem ismered a működését, akkor igazából nem nagyon. Szóval lényeg az, hogy azért van 5 terület, de akkor sem a többség, érted? Max a fele. Ahol ugye a pénzzel kapcsolatos dolgokat ugye tudod jobbá tenni. Na most miért mondom ezt? Mert itt tanulhatsz mindenről, és kapsz a kezedbe olyan lehetőséget, ahol ezeket a dolgokat meg tudod oldani. A másokkal, a munkáddal, pénzzel, környezeteddel, tehát jövedelmet tudsz létrehozni magadnak. Érted? Meg tudod oldani. Na most ahhoz tehát, hogy az ember megtanuljon egy szakmát, vagy megtanuljon például szervezni, vagy megtanuljon vezetni embereket, későbbiek során nyilvánvaló, nem az elején, mert a szervezés meg a vezetés az teljesen két különböző dolog, hogy ezeket megtanulja az ember, meg lehet tanulni. De gyakorlás nélkül nem megy. Tehát ha elméletbe akarod megtanulni, akkor felejtsd el. Jó? Azt felejtsd el, az nem fog működni. Tehát én soha nem lettem volna sikeres az üzletkötésben, ha otthon könyvből tanulmányoztam volna. Igaz, hogy akkor még könyv nem is volt 87-ben erről, legalábbis itt Magyarországon. De sohasem lettem volna üzletkötő, érted? Hanem kimentem a terepre, úgyhogy nulla elégképzettségem volt. De még annyi se, hogy apu mondott volna avval kapcsolatban 2 mondatot. Még az se, érted?
Még azt se tudtam, hogy kell egy üzletkötéshez felöltözni. Még azt se tudtam. Ezért ugye kezdetben mentem, nadrág, nyilván nem melegítő, nadrág, ink, pulóver. Aztán rájöttem, hogy ez nem az igazi. Jó? Tehát gondold végig, hogyha azt az életet éled tovább, amit eddig éltél, hova jutsz egy ilyen világban? Mert ha nem ez a világ lenne, hanem az előző, ami 2019 előtt volt, érted? Akkor azt mondom, hogy még elboldogulsz vele. De most ebben a világban, ahol gyakorlatilag megnéztem azt is, rendszeresen emelgetik a alapkamatot. De tudod mennyivel? Én nagyon minimális. Ilyen tizedekkel vagy századokkal, érted? Tehát rendszeresen, de pici. Nem úgy, mint régen, hogy fogták, mint a 5%-kal megemelték az alapkamatot. Érted? És akkor onnantól kezdve a bankok 5%-kal több kamatot fizettek ki az embereknek. De most ilyen nincs. És nem csak itt nincs, Euróban se sehol. Tehát az euróövezetben sehol nincs ilyen. EU-ban, na, inkább úgy akarom mondani, sehol nincs. Tehát ugyanez van, hogy gyakorlatilag egy minimális kamat, közben az infláció, meg mindenütt, Németországban is hatalmas infláció van, csak úgy mondanám. Nem olyan nagy mértékű, mint nálunk, kicsit kisebb, de ugyanúgy nem tudják a németek. Érted? Tehát, hogyha ugye veszel euróban bárhol dolgokat, nem annyit érveszed meg, mint 2 évvel ezelőtt. Oké? Szóval érdekes világunk van, és ha nem alkalmazkodsz ehhez a helyzethez, mi a manó lesz veled? Akkor bele fogsz futni abba a helyzetbe, amiben nagyon sokan, hogy gyakorlatilag a biztonságérzetük az lefut nullára. Érted? És ha két ember mondjuk együtt él, mert házas párok, ugye jellemző az, hogy az emberek családban érdegélnek. Nem ez a jellemző? Hát ugye egyre többen nem így élnek, hanem külön egyedül, de mégis az a jellemző, hogy család, vagy legalábbis arra törekednek, hogy családban éljenek. Most gondold végig, hogyha mondjuk családban élő embereknek a biztonságérzete lemegy nullára, azok mennyit fognak veszekedni? Mennyit fognak vitázni? Gondold végig. Ami azt jelenti, hogy nap mint nap. És meddig fognak együtt élni szerinted? Ha ma úgy van, hogy ugye már belenevelték az embereket, hogy nem megjavítunk dolgokat, hanem kicseréljük. Tudod? Na most, és ez ugyanígy vonatkozik a párra is, nézd meg. Ha nem megjavítják az emberek a párkapcsolatukat, hanem lecserélik. Fogja, akkor menjünk szét, mert úgyse tudunk egymással bánni. Menjünk szét, ezt keresünk meg másikat. Még akkor is, hogyha nincs is másik még előtérben. Érted? Elérték, hogy ez így működjön. Ja? Tehát mondom, gondold végig, hogy milyen lesz azoknak az embereknek a párjukkal való bánásmód, meg önmagukkal való bánásmód, hogyha a biztonságérzet nullára futott. És akkor ugye lehet bármit, vagy bárkit hibáztatni, de talán nem kéne. De az embernek alkalmazkodni kell ahhoz a helyzethez. Érted? Magyarul, hogyha van hiteled, akkor érdekel, hogy ne legyen. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy ne kelljen hiteltörlesztened, főleg a mai világban ne kelljen hiteltörlesztened. Mindenre van megoldás, mondd meg. Ugye az imént mondtam, nincs elég beveteled, nincs munkád, akkor adjál dolgokat. Kész, ennyi. Jó? Szóval egy olyan világban élünk, ahol az embernek gondolkodni kell, de elsősorban tanulni kell, mert tanulás, tudás nélkül az embernek nincs mit gondolkodnia. De tényleg így van. Ha nincs tudásod, mind gondolkodsz? Lehet gondolkodni a semmin. Érted? Ha az embernek van tudás, akkor van mind gondolkodni. Ha nincs, akkor nagyon nincsen.
És akkor elérték az embereknél, hogy tudásuk nulla legyen, ezáltal nem is, még ha akarnak gondolkodni, akkor se tudnak. Érted? És minél több a tudásod, annál inkább tudsz gondolkodni. Mi a gondolkodás? Gondoldás. Jön egy gond, amit meg kell oldani, és akkor simán megoldod. Érted? No hát, köszönöm szépen a figyelmeteket. Lényeg az, hogy itt van egy társaság, egy olyan társaság, közösség, egy olyan közösség, ahol ezeket a dolgokat meg tudjuk oldani. De úgy, hogy mindenki akarja magának megoldani. Tehát, de tud hozzá kapni segítséget. Ez azt jelenti, hogy úgy tudjuk megoldani, hogy kaptok hozzá tudást. Érted? Tehát kaptok tudást a megoldásokhoz, és kaptok lehetőséget a pénzkereséshez. Érted? Jó? Hát ilyen hely, amilyen konkrétan mi vagyunk, ez az egy van a bolygón, máshol is vannak olyan szervezetek, ahol lehet pénzt keresni, de hogy nem tanítanak meg ezeken a mindegyik területen jól bánni, az hódbiztos. Méghozzá sehol a bolygón máshol nem tanítanak meg minden területen jól bánni az életed, minden területén. Nem tanítanak meg. Itt van egy hely, ha akarsz egy közösséghez tartozni, ha akarod az életedet a jövőben is jól megoldani, nyilván ez olyan, tudod, mint a, ha mondjuk sivatagba mész, és nincs elég víz, de még van tartalékvized, nem akkor kell nekiállni a kútásásnak, mikor már a tartalékvized elfogyott, érted? És most ez van, hogy most az embereknek fogy a tartalékvize. Most kéne a kutat kiásni, hogy legyen vizet, érted? Most. Most szépen megnézitek, akkora forgalom van a városban, érted? Mert mennek vásárolni, miért? Mert mennek vásárolni, költik a pénzt, érted? Ha menjenek, hát ő dolguk. Lényeg az, hogy ezt látod, nem? Mintha semmi baj nem lenne, mintha minden az lenne, mint régen, annak ellenére még jobban költik most. Tehát azért nem nagyon emlékszem arra, hogy mit tudom én, karácsony előtt pár nappal, tudom én, dél körül alig olyan dugók vannak, hogy ihaj, mindenütt a városban, érted? Szóval nem csak a bevásárló központok körül, hanem mindenütt. Mennek az emberek, mint a mérgezett tengerek vásárolni, hát menjenek, ő dolguk. De majd meglátjuk, hogy meddig fognak karácsonyra ennyit vásárolni, jó? Meglátjuk. Nem a lezárások miatt, hanem meddig lesz pénzük. Oké? Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklósnak ezt a bemutató előadást. Megint nagyon jó volt ilyen közelről végighallgatni egy ilyen bemutatón. És hát ugye milyen különleges a mi mesterünk, ugye most gazdasági, pénzügyi dolgokba lehetett beletekinteni az ő szemszögéből, ami mindig kivételes, és ugye nem régen pedig volt a Teremtőkről és az Istenekről egy ugyanilyen bemutató előadás, amit én már 4-szer hallgattam vissza, és mindig lebilincse. És minden témában tud ilyen előadásokat. Ez így van. Adni, kapásból, nem kell hozzá felkészülni. Mi Gyuláról jöttünk, eredendően az én civil foglalkozásom sem előadó volt, hanem Vasesztergályosként kezdtem az életemet, mert azt mondták, hogy tanuljak valami szakmát, aztán lehetek kamionsofőr, az én álmom az volt. Hát hamar bebizonyosodott, hogy a műhelyben lévő esztergálás az nem nagyon működik számomra, fél évet voltam így a szakmámba, aztán indultam egy úton, erre most eszembe jut valami, karácsonyban beszélhetünk kicsit többet. Ugye a mai fiatalokról egy picikét. Hát képzeljétek el, 18 évesen kaptam meg az első terrautomat, az egy cippant autó volt. Egy ifa. És én olyan büszke voltam, én voltam az országutak királyával az autóval, és akkor nézzük a mai fiatalokat, azt mondja egy 3 éves kamionra, hogy öreg. Hogy nem, egyébként egy 3 éves kamion az egy luxusautó kategória amúgy. Szóval elképesztő, hogy milyen felfogással vannak a mai generációk, és mennyire nem akarnak
beleállni egy útba és végigcsinálni. És én azt látom a mai emberekben, tanulóknál is ugye, hogy létenyomon jön eléjük olyan akadály, aminek már nem akarnak neki menni, és ahhoz kell a mester, és ahhoz kellenek a vezetők, hogy na akkor csináld már végig. És ebben nagy a PPH, hogy tudunk ilyen dolgokban segíteni. És mi ezt csináljuk a párommal, ugye a családi helyzetem van egy feleségem, és van egy 13 éves kislányunk. A Nyílt Akadémiánál azért kezdtem el tanulni, mert bár nem tudtam, hogy ilyen lehetőséget fogunk kapni az élettől, ami lett belőle, de határtalan lelkesedést töltött el azért, mert hogy találtam egy ilyen iskolát interneten. És nem kell, igazából ugye elkezdéshez nem is kell elmenni sehova, otthonról. Nyugodtan el tudod kezdeni, hallgatod, majd aztán, hogyha többet szeretnél, akkor jössz közelebb. Nyílt Akadémia eddig mit adott nekünk? Hát, adott nekünk egy új életet egymással is, egy más szemléletet a világ szempontjából, egy kivételes mestert a Földön, aki azt szeretné, hogy én is mesterré váljak. Az egy óriási dolog, szerintem ezt máshol nem nyilvánítják ki sehol. Azt sem nyilvánítják ki, hogy belőle több kell, és hogy nyugodtan előzzem meg, hogyha gondolom, ha meg tudom csinálni, és csináljam utána, fejlődjek vele. Adott nekünk sok tanulót, akik szintén nem hagynak minket unatkozni, köszönet érte. Mindig van valamit meg kell oldani ezáltal. Már elég gyors a probléma megoldásunk, igaz? És ez is, ezért is egyedülálló egyébként ez a hely, mert itt valóban megkapjuk azt, hogy oké, tanulunk, de azt hogy fogod érvényesíteni az életben? Tehát megkapjuk hozzá a csapatot, úgymond a gyakorlási lehetőséget. Tehát ez valóban így van, hogy annak idején én is úgy voltam, mindig is érdekelt az, hogy egy jobb világom, egy jobb életem legyen. Tehát, hogy boldogságban éljünk, mint szerintem minden ember erre vágyik. És tanultunk, nagyon sok fele elmentünk, és nem fog az működni, hogy majd én tanulok, én tanulok, közösség nélkül nem fog menni. Tehát csapat nélkül nem fog menni, mert eleve egyedül kevesek vagyunk ahhoz, hogy bármit is meg tudjunk változtatni. Lehet, hogy magamon meg tudom változtatni, tehát kell hozzá, hogy önmagam, de nem csak én vagyok ebben a világban. Tehát ezt a világot nem csak nekünk teremtették meg, hanem itt mindannyiunknak. És most nagyon azt a világot éljük, hogy együtt kell, úgymond, lennünk. Össze kell rakni, amink kell, van, igen, és együtt csinálni van, dolgokat. Így van. És ezért is fantasztikus ez a hely, mert tényleg kapsz egy csapatot. A másik pedig tényleg az, hogy most is, ahogy hallgattam a Miklóst, az előadást, mindig bebizonyosodik, hogy a legjobb helyen vagyok. Olyan jó volt, amikor mondta azt, hogy az életedben a biztonság. Én megkaptam azt a biztonságot itt belül, amivel tényleg ebben a világban tudunk érvényesülni. És valóban az a tudás, ami itt van, egy hatalmas, tehát egy hatalmat kapsz. Nem mindegy, hogy valóban milyen érzésekkel lépsz ki az utcára, milyen érzésekkel éled az életedet, és azokat az érzéseket tudod kezelni, mert itt megvan rá a módszer, hogy hogy kezeld, hogyha ha az a probléma, ami jön, levisz téged, hogy gyere vissza, és itt valóban megkapod azt a tudást. Persze itt van az, amikor szoktuk mondani, hogy ez a tudás akkor fog működni, hogyha ezt valóban beépíted az életedet, tehát dolgozol rajta, kilépsz a komfortzónádból, mit szoktunk mondani. És szokták kérdezni egyébként, hogy beszélgettek, mert nekem eredendő civil foglalkozás, mint kereskedelmit végeztem. Mellette, hát így hobbiként masszírozok is már egyébként, mert fő foglalkozásunk igazából a PPH szervezés. És szoktak jönni a pácienseim, és mindig látják rajtam, hogy milyen kiegyensúlyozott vagyok, vagy tényleg, hogy nekem rendben van. És tudjátok, nagyon jó azt mondani, és valóban úgy jön, hogy nekem egyre jobb az életem. És ezt tényleg tudom jelenteni. Mert ez nem volt mindig így. Meg most is vannak feladataink, de tudjátok, az nagyon jó dolog, amikor tudod, hogy mihez nyúj. Tehát megvan hozzá a tudásod.
ennél csodálatosabb dolog nincsen. És az biztos, hogy én amikor ide kerültem annak idején, engem igazából Szedlacsik Miklós volt az, aki azt mondtam, hogy én őhozzá csatlakozom. Néha szervezés közben szoktak lenni kommentek a reklámunkhoz, vagy föl szoktak jönni dolgok, és én nagyon meg szoktam lepődni, amikor spirituális emberek, akik azt gondolják, hogy ők már jó úton vannak, és olyan hozzászólásokat tesznek, amin meg szoktam lepődni, hogy egy spirituális ember, aki azt mondja, hogy ő tud mindent, és jó úton jár. Aki nem is ismeri még, hogy milyen Szedlacsik Miklós. Eljöttél személyesen, és meggyőződtél róla? Gyere el, és győződj meg róla, hogy ő milyen ember. Gyere el, és győződj meg arról, hogy itt milyen emberek vannak. Például nálunk szokott, mi szoktunk tartani a csapatunknak klubot, amikor összejövünk, és abban vannak régebbiek is, akik már itt vannak, tanulnak, és vannak újak is. És tudjátok, eljönnek, és az első alkalom után azt mondják, hogy csodálatos emberek vannak. Tehát ebbe a közösségbe. És ez valóban így van. Mert Szedlacsik Miklós egy etikus ember, és aki itt tanul, megtanulja az etikát. És ez nem mindegy. Ez nem mindegy. És itt nálunk például most 4 hónap volt, azt hiszem, ugye, ha jól emlékszem, segítsetek, 4 hónap volt az etika, ugye? Tehát 4 hónapon keresztül Miklós azt tanította nekünk, hogy hogy tudunk etikusan élni. És itt mindenek alapja. És egy szervezet, úgy gondolom, attól tud jól működni, hogy most függ, hogy milyen a karmester, szoktuk mondani. Úgyhogy gyertek el és győzzetek meg ti magatok, hogy mit is ad itt a Nyílt Akadémia. Én legalábbis az ember vagyok, hogy mondhat nekem bárki bármit, de én eljövök, vagy elmegyek, vagy utána járok, vagy utána olvasok. Személyesen meggyőződöm arról, hogy valóban ki ő, mit lehet ott kapni, és majd utána, döntsd el. Tehát én másik ilyen helyet, ahol tényleg itt senki nem fog téged avval piszkálni, vagy valami, hogy neked itt kötelességeid vannak. Nem. Itt te magad döntöd el, hogy most szeretnél egy jobb életet, és fejlődsz, vagy visz majd a világ sodor téged. Nem mindegy, szerintem. Tudom, te esetleg még valamit. Sokszor szembesülünk avval, hogy menjen nézik az előadásokat utólag YouTube-on, és nem mennek tovább. Úgyhogy azt tanácsolnám, hogy aki YouTube-on nézi az előadásokat, az regisztráljon be a weboldalra, és nézzen szét, hogy ott mit lehet találni. Aztán nézzen meg élőbe az első részeket. Ha már viszont be van regisztrálva, akkor menjen tovább. Keressen egy PPH-s vezetőt, és kérdezze meg, hogy lehetne megnézni egy második részt, hogy lehet befizetni, hogy lehetne eljutni egy élő előadásra. Szóval tegyétek meg a következő lépést, ne habozzatok ennyit rajta. Tudom, hogy a világ pont arra dolgozik, hogy senki ne döntsön el semmit, és hogy félelemben legyen az ember, ezért kell eldönteni dolgokat és menni egy irányba. És a fejlődésed az, hogyha már megnéztél valaki, nem tudom, szembesülünk olyan, akkor 4-5 éve néz az első részeket, és nem regisztrált be a weboldalra. Menjetek tovább, nézzétek meg a következő lépést. Nem lesz tőle semmi baj, nem fogsz megsérülni, senki nem fog bántani, örömmel segítünk. Sőt, itt az is a jó benne tényleg, hogyha oda kerülsz egy, tehát regisztrálod magad, kapsz egy mentort, és itt tényleg itt segítséget kapsz. Általában olyan embert fogsz kapni, aki már megoldotta azt a problémát, amivel éppen küzdesz. Ez mindig így van. Így van. Jó. A szünet után személyiségfejlesztő coach kérdésünk lesz már a 3. hónap ebből a témából. Melyen lehetőséged van, akkor várunk szeretettel. Ugye, hogyha olyan társaságában nézed, akinek van, aki már tanulóval, meg tudod nézni egyszer, és eldöntöd, hogy mit szeretnél. Hát, ha nem érdekel, akkor örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és elköszönünk tőled. És most szünet következik, ha most azt mondja, hogy 22 van. 50-ig? Azt mondják itt, hogy legyen 50-ig szünet. Rendben van. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.